megfogható műveltáv sétapálca. Sziasztok! Pár videóval ezelőtt volt egy ilyen próbálkozás valamelyik videó elején, hogy véletlenszerű képeket töltöttem be a netről, és azokra próbáltam meg valamit mondani. Hát gondoltam, hogy próbáljuk egy teljes videó erejéig. Kicsit tovább gondoltam a dolgot, és azt gondoltam, hogy a cél az legyen, hogy ezeket a képeket egy történetre ráfűzni, és ez lesz az esti mese, mondjuk, ez az esti mese, és minden ilyen videóban, már ha ez többet is meg fog élni, 20 képet próbálok meg így összefűzni. Hát akkor lássuk, első kép. Igen, egy emberem lejátszó, meg némi pénz. Kagamine Rin. Oké, hát akkor egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy MP3 lejátszó. Aztán fejhallgató. Jó, hát ez az MP3 lejátszó megismerkedett egy nagyon kedves fejhallgatóval, és összemelegedtek. Oké, fölkerekedtek, és úgy döntöttek, hogy meglátogatnak egy éttermet, ahol ahol romlott kaját adnak. Komolyan, hogy néz ki? Jó, hát ez a romlott kaját áruló, vagy árusító étterem, ez nagyon messze volt. Nagyon sokat utaztak hajóval egy másik szigetre. Igen. Oké, tehát a hajó elsüllyedt az út közepén, és kénytelen voltak biciklivel tovább menni. Itt ezen a képen a kapitány és a három matróz tekeri a pótbiciklit a tengeren. Lássuk, hogyan folytatódik ez az izgalmas történet. Oké, találkoztak tengeri malacokkal. Igen. A tengeri malac azt mondta nekik, hogy csak akkor engedi őket tovább, ha itt helyben felhúznak egy palotát a tengerre. Oké. Kik voltak a főszereplők? MP3 lejátszó meg a fejhallgató elfogadta a kihívást, és rögtön össze is toboroztak egy rakás munkást a közeli metróállomásról. Igen, az építkezésen, eszembe jutott, az építkezésen házőrzőnek tigriseket vettek. Ezen a képen épp a tigris futár közeledik a szigethez, ő is biciklén, az ő hajója is elsüllyedt. A tigris az azért nem látható, mert a hátul a nadrágjában van, az dudorodik. Egy felfújhatós tigrist rendeltek. Oké, tehát közeledik a felfújhatós tigrissel a futár, mi a halál? De most komolyan, az ott mi? Egy kígyólóg a csaj fejéről? Vagy mi az? Ja, az a keze. Jó, semmi. Oké, megvan. Oké. Jó, hát itt épp az egyik munkás a szünetét tölti. Előszeretettel szívott a kávészünetekben krétát. Ja, és ő fogja majd felfújni a tigrist. Jó, kaja, oké. Hát igen, nagyon jókat kajáltak, amikor elromlott a felfújhatós tigris, akkor csináltak belőle paradicsomszószt, az ott van ott a képen. Na de haladjunk. Szóval, felépült a palota, igen, és a tengeri malac az tovább engedte őket, és motoron folytatták az utazást, mert a bicikli az nagyon lassú, mint tudjuk. Oké, egész jó marhaság kezd ebből kikerekedni. Ahogy tovább utaztak a tengeren a sziget felé, amin az étterem van, ami romlott kaját árul, megállította őket egy tengeri ceruza. Egy tengeri ceruza, és a tengeri ceruza nem engedte őket tovább, csak ha itt helyben felhúznak egy bazilikát a tenger közepén. Most komolyan, mi ez? Az MP3 lejátszó meg a fejhallgató már nagyon kimerültek, úgyhogy
Úgyhogy fotókat láttak, vagy nem tudom, beszívtak, hát mi ez? Oké, felépítették a bazilikát, tovább mehettek, elérték a szigetet, már közel volt az étterem, és a bokorból hirtelen előugrott egy ninja mester, biztonsági őr, aki úgy tyukatálta, és meg kellett velük küzdeni. Vagy meg kellett vele küzdeniük. Na. Szerencsére az MP3 lejátszónál és a fejhallgatónál volt nem romlott zöldség, így meg tudták dobálni a biztonsági őrt, aki vegetafóbiás volt, így elmenekült, félt a zöldségektől. Miután legyőzték ezt a biztonsági őrt, elértek a városba, és már tényleg nagyon közel van az étterem, ahol romlott zöldséget adnak. Felszálltak a metróra, hogy gyorsabban odaérjenek, illetve mi az villamos, felszálltak a villamosra, hogy gyorsabban odaérjenek, de amikor jött az ellenőr, friss zöldséget kért tőlük, nekik pedig nem volt, mert a biztonsági őrt dobálták meg vele, úgyhogy leszállította őket a villamosról, és ők nagyon csúnyán káromkodtak. Olyanokat mondtak, mint hogy San Francisco Municipal Railway, vagy Market, Chinatown, meg ilyesmi, ami oda van írva. És végül, megint egy városos kép. Oké, tehát megtálták az éttermet, jó, bezabáltak a romlott zöldségből, és boldogan éltek, amíg meg nem mérgeződtek a sok romlott zöldségtől. Jó, hát ez volt az esti mese, aludjatok, álmodjatok szépeket, és a kézikönyv óvjon.